Hát sziasztok, amikor a magyar labdarúgó válogatott rajongóinak legalább a fele nap mint nap azon gondolkodik, hogy Vili Orbánt hogyan lehet pótolni, akkor rendkívül bosszantó, hogy tulajdonképpen a megoldás egy karnyújtásnyira van, csak az, aki ezt meg tudná oldani, az nem ismeri fel a saját helyzetét, és úgy látszik, hogy a saját környezete sem tudja neki értelmesen elmagyarázni, hogy mi az ő valódi helyzete. Nem titok, Dárdai Mártonról van szó, és itt ugye kijegyzeteltem magamnak egy pár dolgot, tehát azért nézek fölfelé, nem pedig, bár mindig az égből jönnek az infók, de most kifejezetten a monitorra nézek. Szóval ő valóban ugye U17-es válogatottként is játszott, vagy 8 meccset, U19-esként játszott, U21-esként játszott 7 meccset a német válogatottban, és az U21-es EB-n is pályára lépett a németeknél. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő valaha német válogatott lesz, akár középső hátvédként, akár baloldali, akár jobboldaliként, mert egyértelműen elmondható, hogy Dárdai Márton egy allround játékos, aki tulajdonképpen annak ellenére, hogy ballábas, természetesen ugye jobb lábbal sem csak támaszkodik, és nagyon-nagyon jól tudja bármelyik pozíciót játszani a saját csapatában. Most ő belőle 99% hogy nem lesz német válogatott, annál is inkább, mert ne felejtsük el, hogy Dárdai Márton jelen pillanatban ugye a 21 éves labdarúgóról van szó, a Bundesliga 2-ben játszik. Na most ugye, hogyha Hertha nem tudja őt eladni, amire van esély, hogy nem fogják tudni őt eladni, vagy valamiért a menedzsment azt mondja, hogy meg akarom tartani, akkor ő a Bundesliga 2-ből az életben nem lesz német válogatott, legfeljebb, ha előle 8-10 olyan középső hátvéd kiesik, akik egyébként bekerülnének a válogatottba. Jelen pillanatban a német válogatottban nem a hátsó alakzatban van probléma, mert ott vannak remek játékosok, részint a német bajnokságban játszanak, részint pedig nagyon komoly nívós bajnokságban, nem kell messzire menni, gondoljatok csak a Rüdigerre, tehát ő azért itt bekeveredni a német válogatottba nagy eséllyel nem tud. A magyarban viszont bérelt helye volna, a magyarban egyértelműen ott lenne Vili Orbán mellett és Szalai mellett, és nem értem, hogy miért nem fogja fel, miért nem érti meg, hogy ebben a válogatottban egy sokkal biztosabb, sokkal stabilabb és sokkal eredményesebb karrier vár rá. Úgyhogy csak az értetlenségemnek tudok hangot adni, hogy valaki azt hiszi, hogy a Szent Paulival játszott mérkőzés után, vagy a Holstein Kiel, vagy a Braunschweig, vagy a Magdeburg ellen játszott mérkőzések után majd ő német válogatott lesz. Nem játszik annyira kimagaslóan egyébként. Tehát ha megnézitek az értékeléseket, 6 fölött van, de a 7-et nem nagyon szokta elérni a mérkőzésen nyújtott teljesítményével. Tehát nem nagyon kelti fel a Bundesliga első osztályának a figyelmét. Ezt is mondjuk el őszintén. Tehát még egyszer felteszem a kérdést, mire vár Dárdai Márton? Miért gondolja azt, hogy egy ország szülötteként neki egy másik ország válogatottjában kellene játszania? Miért gondolja azt, hogy az az ember, aki magyar szavak között nőtt fel, akinek magyarul énekelt az édesanyja, akik magyarul beszélgetnek otthon, akik még a pálya szélén is Dárdai, amikor szól hozzájuk, akkor magyarul szól természetesen, hogy annak német válogatottnak kell lennie. Szóval nem értem a dolgot, úgyhogy ez a videó kifejezetten azért szól, hogy egy kicsit határozottabban, kicsit erősebben jeleztem, hogy nem értem, mire vár Dárdai Márton. Na hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, ha tetszett, nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérek, iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt tartó számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnál meg, hajrá Magyarország, hajrá magyar labdarúgás, a Jóisten áldjon meg mindenkit.